És sziasztok srácok! Ebben a mai videóban rengeteg újdonságot mutatok be, ugyanis befutott a 9.30-as frissítés. Olyan sok cucc jött, hogy szerintem Season 10-ig nem is lesz nagy frissítés, legalább 20 új skin jött be a játékba. Bekerültek vadonatúj challenge-ek, az Evetnek a hangjai, a cuccai, rengeteg glider skin, de nem is csépelném a szót, lássunk neki! Tudtok támogatni a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Knight Rider. Az item shop jobb alsó sarkában meg is tudjátok tenni. Illetve ha érdekel bármiféle Ghost Knight Rider-es póló, vagy sapka, vagy táska, videó leírásban ott a link. We'll be right back.
Jött mindenféle World Cup-os skin is, bár erről semmilyen információ nincs, hogy ezt meg lehet-e venni majd a shopba, vagy mi lesz velük. Az is lehet, csak azok használhatják, akik éppen világbajnokságon játszanak, vagy ilyesmi. És végre lelepleződött az Utopia skin, és pont az lett, amire számítottam. Ugye ez az a hölgy, akinek van egy szobora Neo-Tiltitben, illetve a sisakját meg lehetett találni az asztalon a Nexusban, ugye a vulkánkitöröses eventnél. Három stage-es variációja lesz, illetve négyféle szint is kapott. Nem olyan rossz ez. És igaz volt a plecska, jön a Shadow Bundle, vagy ha úgy tetszik, Shadow Legends. Ebben a csomagban három skint kapunk, ilyen árnyformában, és igaz volt az a pletyka tényleg, hogy a Sunbird, illetve a Skully kapti fog egy sötét-fekete verziót. És ez mellé kapunk még egy wrappet is. Az áruk valószínűleg ugyanannyi lesz, mint az előző Legend pakkoknak. És akkor, emote time! Elég sok minden van, és még mindig nincs vége. Ugyanis jönni fog a 14 napos nyári kihívások, amiben rengeteg ingyenes dolgot lehet bezsebelni. Ha az összeset megcsináljuk, megkapjuk a Pili Turmixot backblinként. Már ezért megéri. De ott van még a Deep End emote, ott van még egy toy, egy wrap, egy music pack, ugye amit az előbb mutattam, lesz egy ilyen grillezős csákány is. Csupa jó dolog.
Sajnos az, hogy mikor kezdődik, nem tudom, de szerintem hamarosan season vége felé. És most nézzük meg a vadonatúj töltőképernyőket. Sajnos nem tudom, hogy hogy vannak sorrendbe, úgyhogy nézzétek el. Ezt a töltőképernyőt ugye a 14 napos nyári challenge-ekkel lehet feloldani, nem hiszem, hogy bármi olyan dolog lenne rajta, ami ingyenes tircsillag vagy fortbite. Szintén ez is nyári challenge-es töltőképernyő, bár érdemes megemlíteni, hogy Drift visszatért érdekes módon, és nagyon jó érzi magát nyaralnak. Az kicsikét örülhet, akinek nem volt meg a Drift, és ezáltal meg tudja venni igaz a nyári verzióját, de Drift az Drift. És íme egy újabb töltőképernyő, ahol vadonatúj skineket láthatunk. Ha jól látom, éppen a vulkános erőműből szöknek meg, és ott van egy ingyenes tier csillag baloldalt a lámpánál. És íme egy újabb töltőképernyő, ahol a gördeszkás Bright Bomber látható. Úgy látszik, itt is van egy ingyenes tier csillag, az egyik kocsi tetején van, és ha jól látom, ezek a kordonok vannak körülötte, szóval szerintem a diszkónál lesz. De szerintem ez csak tipp. A következő töltőképernyő a bunkerban készült, ugye amikor még fiatal volt Jonas és nem volt nagy szakálla, és még Pillit sette meg, és éppen játékgépeznek. Itt semmi nyomát nem láttam se Fortbite-nak, se Tier csillagnak. És azt hiszem ez a V10-es töltőképernyő, ahol Breakpoint nevezetű skin látható. Itt se vettem észre semmi olyan extrát. Ugye a tegnap előtti videómban megemlítettem, hogy lesz egy Stranger Things crossover, és úgy látszik ez tényleg igaz. Ugyanis a fájlok közé került be egy olyan kozmetikai mappa, hogy Stranger Things, és úgy látszik skineket fogunk kapni, vagy valamiféle dolgokat. Alig várom. A vadonatúj fegyverek, amik be fognak kerülni jövő hét vagy azutáni héten, eléggé durvák. Az egyik például egy gránát, ami airstrike-ot idéz elő, úgymond ha valahova eldobjuk, valószínűleg egy bombázást kapunk a fejünk fölé. Ez elég durva, nem? A másik meg... Ez mégis mi, kedves Epic Games? Drum Shotgun? Ó, a Combat Shotgun, illetve a Drum Gun combo nem lenne elég, akkor túrni fogunk a shotgunnal. Srácok, minden játékos erre számított, mindenki ezt akarta. Köszi szépen Epic Games, alig várom ezt a fegyvert. Viszont srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Kommentben megírhatjátok nyugodtan, hogy ti szerintetek melyik a legjobb skin az újak közül, vagy mi tetszik, mit fogtok megvenni. Személy szerint én a Drift Glider-én, illetve a Dual Griftes csákányon gondolkozom, de majd még meglátom. Holnap természetesen teória videó lesz, amiben megnézzük, hogy a szörny mit fog hozni, mire számíthatunk az eventben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, Ghost Rider voltam, sziasztok!